A Medve egy uhar az Ácer Campestre, egyébként az egyik kedvenc fám. Sokszor kérdezik, hogy ilyen óvodákba, iskolákba vagy emlékfának mit javaslok. Hát történetesen a mezei uhar az egy olyan növény, ami viszonylag gyorsan nő, mondjuk ilyen közepesen gyorsan nő, és ilyen gyakorlatilag nagyon sokáig él. Tehát az egész biztos, hogy ha mondjuk a gyerek születésénél elültetjük, mint hogy például sokan sajnos nyírfát, meg fűzfát, meg nyárfát, ilyesmiket ültetnek, és vagy gyakorlatilag mondjuk a gyerek elmegy érettségizés, addig hát már így kezd így összeomlani sokszor a fa mondjuk ilyen 18-20 évvel később. Szóval a lényeg az, hogy a mezei uhar nagyon jól alkalmazkodik mindenhez. Itt egyébként pont egy tökéletes ültetést látunk, itt az a Csicsergő óvoda ültette ezt a Ácer Campestrét, ezt a mezei uhart, egy nagyon szép egyet, hát kérem szépen így kell mintaszerűen elültetni egy emlékfát, van egy ilyen törzsvédő rajta, itt még ugyan a téli felkupacolás még nem bontották ki, nem alakították ki a tányért, van egy ilyen időtálló jó kis tábla, illetve gyakorlatilag bárhol szeretnénk alakítani, vagy nem tudom, vihar kettétörő, vagy bármi, nagyon jól megújul, ugye sövénynek, cserjének is szokták alkalmazni. Egy kitűnően metszhető, itt is lehet látni a korabeli bemetszéseket, amik aztán szépen tovább ágasztak. Tehát egy nagyon jó, sűrű lombkoronát alkotó, azt létrehozó, szárassártűrő, minden kibíró növény a mezei uhar, úgyhogy intézetekben emlékfának tökéletesen alkalmas.